Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladék nélküli otthonomban. Ma a fürdőszobánkat mutatom be nektek, méghozzá a maga tökéletlen és valóságos mi voltában. Ma napos, de igazán csípős hideg van, így inkább ma bent maradok. Ez egy tökéletes tavaszi idő arra, hogy a szobanövényeimet megfürdessem. A rengeteg növényt időigényes karban tartani, és csak a kisebbeket tudom alaposan lezuhanyoztatni a fürdőkádban. Ha már itt vagyok a fürdőszobában, akkor megmutatom nektek teljes egészet, a növények addig úgyis pihennek. Habár folyamatosan törekszem a fürdőszobánk hulladékcsökkentésére, nálunk is vannak azért olyan eszközök, olyan tárgyak, amelyek mégiscsak hulladéktermeléssel járnak. A családom egyik fele például megmaradt a hagyományos fogkrémeknél, és a fa fogkefét sem mindenki szereti. Ezekben a kosarakban tartom a kéztörlőket, az éppen használaton kívüli üvegtégelyeket és a javíthatatlan ruhadarabjainkat. És ahogy látjátok, az fürdőszobai szemétgyűjtőnkben a fogkrémes tubuson kívül még egy-két üres dezodoros flakon is található. Igaz, ritkán, de szoktunk venni habfürdőt is. Ennek zero waste kiváltására még nem találtam használható tippet. Habár a fürdőszobánk többnyire hulladékmentesen funkcionál, azért vannak olyan eszközeink, olyan dolgaink, amik teljesen távol állnak a zero waste életmódtól. A több éves naptejek és ez a tusfürdő még mindig arra várnak, hogy szép lassan elfogyjanak. A törölközőink színvilága sem feltétlenül illik a képbe, azonban ezek nagyon jó minőségű, tiszta pamut és sok-sok éves darabok, amik tökéletesen szívják a nedvességet, így a színüktől eltekintve nem gondolnám, hogy meg kellene válnom tőlük. A zuhanyzóban az eldobható fejű borotván kívül minden beleillik a hulladékmentes fürdőszobába. A használtan vásárolt szekrényünk tetején egy kosárban várakoznak a mosható tisztasági betéteink. Ezek a kis gumigyűrűk pedig a használhatatlan és javíthatatlan zoknik gumi részéből lettek levágva, a legszuperebb hajgumikként működnek. A kis szekrényben csupa olyan dolgot tartok, főleg a fiókokban, amikre igazán nincsen szükségem, sőt, tulajdonképpen éppen ideje lenne is lejtezni őket. Mondjuk ezeket a régi kis üvegtégelyeket biztos megtartom, mert ezek még bármikor hasznosak lehetnek, sok helyet pedig nem kérnek. Ez a kosár azonban rendszeres használatban van. Itt tartom ugyanis azokat a kis törölközőket, amelyeket a bidénél használunk. Ezek a régi törölközőből darabolt kis kendők pedig a WC-papírt helyettesítik nálunk. Habár tartunk WC-papírt, hogyha valaki úgy érzi, vagy vendégek vannak nálunk, akkor bátran használhatja. Az elhasználódott régi műanyag WC-kefét fára cseréltem. Ez a textilkupac tulajdonképpen régi nyúlott pólóból kivágott csík, ami hajpántként funkcionál. Ebben a fiókban tartom az ősöreg, de műanyag hajkefémet, a még használatlan tömbsampont, az üvegtégelyes és betétdíjas krémdezodort, a fogkeféket és a hagyományos bolti fogkrémet is. Fogpiszkáló helyett pedig ilyen kis fanyelű, apró sörtejű keféket használunk.
körömápolás során legalább 20 éve nagy kedvencem az üvegkörömreszelő. De emellett használatban vannak szivacsreszelők is, ezek szép lassan majd kikopnak. Itt a fiókban vannak még üres körömlaklemosó flakonok és egy pár régi kézkrém is. Az alsó fiók sokkal több olyan dolgot tartalmaz, amik csak nagyon-nagyon lassan tudnak elfogyni. Láthatjátok, hogy bár több mint 5 éve élünk hulladékmentesen, mégis termelődik szemetünk. A legfontosabb kérdés pedig az, hogy mi is a célunk valójában. Egy tökéletes, hulladékmentes háztartás? Vagy esetleg egy tökéletlen, ám de folyamatosan fejlődő és a hulladéktermelés csökkentését célzó, igazán környezettudatos otthon? Köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek jelezzétek nekem ezt lájkkal, és hogyha feliratkoztok, és bejelölitek a harangot is, akkor biztosan nem maradtok le a következő videóról. Sziasztok!